vagyok itt. Hát, nagyon én itt rajzolgatom a képeket, többnyire paszterkrétával. Nekem tetszik itt, jó a környezet. Hát, én nagyon élvezem ezt, hogy így egész nap csak rajzolni lehet, meg amit az ember szeretne. Az is azt tetszik még nagyon, hogy így művésztelepen így sokan vagyunk, és hogy mindenki ugyanúgy a művészet iránt érdeklődik, és ez egy ilyen közös mindenkibe. Mi készül itt? Hát itt majd egy póniló lesz, ott látható a váza. És majd ezzel a sárral fogjuk bevonni. Mert meg kell, hogy tartsa valami. Hát először nagyon nem tetszett a gics téma, viszont most így a második-harmadik napban nagyon megszerettem, mert sok mindent lehet úgymond kitalálni rá, nagyon sokrétű. Először én is gondolkodtam vele, hogy most erre mit is lehetne csinálni, de aztán ahogy láttam a munkákat, így egyre jobban kedvet kaptam hozzá, és most már annyi ötletem van, hogy nem is tudom, hogy melyiket valósítsam meg először. Mi ugyan itt nem tartunk foglalkozást, tehát mi ezt így hangoztatjuk, hogy ne azért jöjjön ide valaki, hogy most oktató jellegű táborban vegyen részt, hanem ez egy szabadon alkotó társaság. Viszont azért nem bírjuk ki mi az idősebb, tapasztaltabbak, hogy a fiataloknak tanácsokat ne adjunk, mivel nagyon sok olyan problémával küzdködnek ők most, amiket nagyon nehéz túltennie magát az embernek önmaga erejéből, és ezt mi már megtapasztaltuk, és tudjuk az orvosságot rá, és így tudunk segíteni a diákoknak. Rengeteg ötletem volt már eddig is, az évek során, amit a Gicsi inspirált, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy végre másokkal együtt dolgozva, látva mások munkáit, a saját dolgaimat meg tudjam csinálni. Sima műanyag plasztik lapra ragasztok föl szeloképet különböző rétegeiben. És ez már elegendő távolságot biztosít ahhoz, hogy a nyomdafesték beragadjon a rétegek közé, és így egy egész érdekes képalkotási mód jön létre. De ugye a gics táplálkozott ugye a legális képzőművészetből, művészetből, ugyanúgy már egy jó pár évtizede a professzionális képzőművészet is alapanyagként tekint a gicsre, és az idei takton ez egy nagyon érdekes és üdítő témát szolgáltatott nekünk, úgyhogy én is több kisebb projekttel érkeztem, hogy minél jobban körül tudjam járni ezt a dolgot. Koncepcióm az, hogy a hagyományos festészettől elrugaszkodok egy kicsit, mert egyébként a hétköznapokban főleg festészettel foglalkozom, és most egy úgy akár landartnak is nevezhetjük, amit készítettem. A hátunk mögött látható gémes kutat alakítottam át, úgyhogy egy gicses tárgy váljon belőle gyakorlatilag, műanyaggal vontam be, és egy abszolút a természetes környezetétől idegen szint, rózsaszín szint kapott, és így alakítottam át egy hagyományos eszközt, a gémes kutat egy műalkotássá. Varattattam egy rózsaszín betyárruhát, mivel ilyen hagyományőrző dolgokban utazom, és picire a modellemre ráadtuk, és azt festem meg nagyba. Folyamatában van a festés, és Kis Endrével festünk egy közös képet, az sincs kész. Találtunk egy gyönyörű, szép
1980-as újságot, és kiderítettük, hogy hogy hívják, ő az Denka. Beszélgettünk erről, de olyan konkrét, fekete-fehér igazságokat nem sikerült lefektetnünk. A gics lényegéről beszéltünk valójában legtöbbet, ott még meg lehet határozni bizonyos biztos pontokat. Ez ugye az olcsó tömegtermelés az egyik jellemzője a gicsnek, tehát hogy olcsó kell legyen, általában nagy mennyiségben készül, és a magas művészetet próbálja utánozni, vagyis eladható formába hozni.